Az ember ezért elhagyja apját, anyját és feleségéhez ragaszkodik, olvassuk a Szentírásban. De milyen változást hoz a szülők életébe, amikor gyermekeik kirepülnek a családi fészekből? Miért nehéz ezt elfogadni, és hogyan kell jól kezelni? Egyáltalán mikor kezdődik a leválás folyamata? Miként őrizhető meg a jó viszony gyermekünkkel? Hogyan ne akadályozzuk önálló életét? Az Agapé asztalánál ma ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat. Császár Nagy Noémi, klinikai szakpszichológus, egyetemi docens, kiképző európai pszichoterapeuta. Párkapcsolati és családi konfliktus kezelés területén is dolgozik. Saját bevallása szerint már az anyatejjel szívta magába a segítés és a gyógyítás alapértékeit. Édesanyja Bagdi Emőke a mai napig szakmai példakép is számára. Férjével 5 gyermeket nevelt fel, a legkisebb még gimnazista. Velkei György, a Betesda Gyermekkórház főigazgatója, gyermekgyógyász, gyermekanesteziológiai és intenzív terápiás szakorvos, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Nagy családból származik, és ő maga is nagy családos ember. 5 testvére, 5 gyermeke, és már 8 unokája is van. Vallja, hogy aki életben gondolkodik, az gyerekekben gondolkodik. Keresztes Ilona, Prima Primissima díjas újságíró, elkötelezett életvédő. Munkásságának középpontjában mindig a család értékeinek bemutatása állt, akár rádióban, akár televízióban, akár az online térben készített műsorokat. A youspace.hu ifjúsági oldal szerkesztője, a podcast csapat vezetője. 4 ma már felnőtt fiú édesanyja, 3 gyermek nagymamája. Iván Imre, mentálhigiénés szakember, családsegítő lelki gondozó, baptista lelkész. Vallja, hogy minden ember szívének ajtajához van egy kulcs, ami nyitja a bezáródott szív ajtaját. Feleségével immár több mint 10 éve szerveznek házas hétvégéket, hogy segítségül legyenek a házas pároknak kapcsolatuk megerősítésében, megújításában. 4 felnőtt gyermekük és már 11 unokájuk van. Arról beszélgettünk 2 héttel ezelőtt ennél az asztalnál, hogy a gyermek érkezésével hogyan válunk igazán családdá. De hasonló nagyságrendű átrendeződés történik akkor is, amikor kirepül a gyermek? Igen. Igen. Csak mondjuk nem egyszerre repülnek ki. Tehát ugye nálunk 4 fiú van, és amikor az első elkezd úgy kifele lépegetni, akkor a másik 3 még abszolút be van ágyazódva, még mennek a hétköznapok, még megy az élet, tehát hogy nem olyan látványos, mint amikor mondjuk 2 ember életébe becsöppen egy gyermek, és az teljesen mindent felforgat. Hogy éltétek meg? Igen, nálunk 5 gyerek van, és a 3 nagy után 2 kicsi, és én azt mondanám, hogy minden változik, folyamatosan változik, amikor a kisgyerekekből kamaszok lesznek, az is egy nagy váltás, aztán amikor a nagyok elmennek, és a kicsik kamaszok is, de a folytonosságot az jelenti, és talán ez a legfontosabb, hogy mindig legyen a környezetünkben kisgyerek, és az mindig volt. Ha saját gyerekek különböző generációban, aztán az unokák, és az az embert vidáman tartja, és jókedvűen. Nálunk 4 gyermeket ajándékozott meg a Jóisten, 2 fiú és 2 leány, és nálunk az az érdekes, hogy mind a 2 fiunk 20 éves volt, amikor kiröpültek, amikor megnősültek, és ezt még mi ahogyan átéltük, de a lányok kisebbek voltak, és amikor a fiunk bejelentette, hogy hát ő indul nősülni, akkor a lányok meglepődtek, és az egyik azt mondta, hogy apa, hát te megengeded? Hát nem látod, hogy még gyerek? Hát csinálj valamit, te vagy az apjuk. De voltak meglepetések, igen. Nálunk az 5-ből 4 repült már ki. A legkisebb Gergő még csak 17. Ő olyan értelme repült ki, most külföldre ment egy ilyen diákcserével egy évre. Úgyhogy azért az is kirepülés, mert hogy ma a fiatalok sokszor úgy repülnek ki, hogy még nem házasságba, hanem mondjuk külföldi egyetemre. Szó szerint repülnek. A szószoros értelmében repülnek.
úgyhogy ennek következtében hát végigcsináltam ezt a folyamatot, de azt mondom, hogy nekünk itt most sokkal könnyebb, mert egyrészt megélhettük, hogy mindig van ott másik, másrészt pedig az évek okán ez el tudott húzódni, és mikor az egyet elengedted, még mindig volt 3-4, és ezért ez az élmény, hogy van valaki otthon gyerek, az nekünk adott volt, de igazán a gond az az, amikor egy van, esetleg ezt egyedülálló módon neveli valaki, és az is elmegy, akár egyetemre, akár hát megházasodna helyesen egyébként. Úgyhogy én szerintem, én úgy érzem most az elmeszéléseinkből, hogy mi a szerencsések közé tartozunk abból a témában, hogy van-e üres fészek szindrómánk. Én nekem nincs, de hogy ezért. Mert kegyes az Úr, és mindig van kivel foglalkozni. És akkor teljenek az unokák. Kivesézzük majd mondtam azt is, hogy mit is jelent az üres fészek szindróma. Viszont doktor úr, említetted ugye a kamaszkort, hogy az volt egy ilyen fontos stáció. Igazából már ott elkezdődik a leválás folyamata? Tehát ott el lehet kezdeni már gyakorolni ezt és az érzéshez hozzászokni? Nekem izgalmas volt a kamaszkor. A két legnagyobb gyerekünk fiú, és én is szerintem olyan különös az embernek az élete, hogy olyan jól vannak a dolgok helyretéve. A két nagyobb fiunk akkor lett kamasz, amikor én úgy a karrierembe, és ez sokszor így jön ki, elértem egyfajta ilyen pozíciót, meg helyzetet, meg az önértékelésem elért valamilyen szintre, és pillanatok alatt a kamaszodó gyerekeim visszadobták az önértékelést, helyre pakolták, hogy azért nekem is lábszagom van, és sokféle más gondom, bajom, úgyhogy az ember így kiegyensúlyozódott, és vigyázz a jó Isten, hogy így nézzük ilyen nagyobb távlatokba, hogy ne lehessen elszállni a kamasz gyerekek mellett, jókor jönnek. Egyébként a születés az első leválás, én azt is megéltem, hogy az is egy nagy leválás, és szerintem mi anyák, vagy én legalábbis anyaként úgy éltem meg, hogy nagyon sok olyan fázis van, amikor ezt a leválást szépen megszokjuk, vagy gyakorolgatjuk, és mindegyik egy új érzés, mindegyik egy meglepetés. Tehát ugyanígy, hogy amikor a szoptatásnak vége van, vagy amikor bevisszük intézménybe, és már nem tőlem tanulja az összes szót, már nem látom minden pillanatát, vagy az is, amikor elkezdenek kamaszodni, és önállósodnak úgy lelkileg egy határt vonnak, és már nem tartoznak abban a szimbiózisban, be kicsi korukban tartoztak, mert ez egy nagyon finom szimbiózus volt, amikor úgy én nekem meséltek el mindent megbeszéltünk, olyan nagyon jól voltunk együtt, és akkor egyszer csak így nemet mond, egyszer csak nem meséli el a dolgokat, nem nekem meséli el a dolgokat, apával megy sörözni. És én? Én hol vagyok? Tehát, hogy vannak ilyen pontok, amikor észreveszem, hogy hátrébb kell lépnem, vagy hogy ő lépett egyet előrébb. És aztán a legvégső azt hiszem az, amikor házasodnak. Én akkor éltem meg azt először, hogy olyan mértékben levált, hogy most már én tényleg kívül vagyok azon a körön, ahová ő tartozik. Mert a felesége az első számú személy, a feleségével beszél meg mindent, először, a felesége aggódik először az egészségéért, a feleségének fogja először elmondani a problémáit. Tehát én már csak egy második személy vagyok. Viszont nagyon érdekes, majd erről nyilván beszélünk később, de hogy nagyon érdekes módon kerülünk egy új szerepbe, de az már egy teljesen más dimenzió. Nehéz mindenre felkészülni, hogy fel lehet igazán készülni erre a folyamatra? Én azt gondolom, hogy ha tudatosan nézzük az életünket, akkor a Jóisten nagyon különös kegyelmi ajándékát láthatjuk abban, hogy 9 hónapot kaptunk a fogadásra, és kaptunk 15-20 évet, hogy felkészüljünk az elengedésre. De hát nem mindenki készül, nem mindenki használja azt a 15-20 évet arra, hogy majd eljön az idő, amikor el fognak menni, hanem hát ugye itt a kötődési kérdések bele szólnak, hogy milyen kötődés alakul ki, egészséges vagy egészségtelen. Mi például feleségemmel tudatosan készültünk, és mi már a fogadásban, amikor fogadtuk a gyermekeinket, úgy fogadtuk őket, hogy az Úr ajándéka a gyermek, az anya méh gyümölcse a jutalom. És jutalomnak tekintettük őket, és tudtuk, hogy el fog jönni az idő, amikor el kell majd engedni őket. És nyilván, hogy megvolt ennek a küzdelme, de békességgel történt az elengedés, és örömmel, mert láttuk, hogy
jó helyre mentek. Egyébként mind a négy gyermekünk településen belül lakik. Ez egy nagy kegyelem. Ez most érzem, egy nagy kincs manapság. Szóval azért nagyon sok mindenki van, akinek tényleg óceánon túl alapít családot a gyereke, vagy itt alapított családot, és kimennek aztán külföldre, és Skype-on keresztül kell az unokákkal találkozni, az nagyon szomorú, vagy nem tudom, szóval az nehéz. Na akkor rákapaszkodok erre a szomorú kifejezésre. Itt valamiféle gyász folyamatról is beszélünk? Szerintem kicsit tovább gondolva a gondolatot, és ide is kapcsolódik a konkrét kérdésedhez, nagyon fontosak az ünnepek, az események, a rituálék az elengedésben is. A mi családunkban, mi nekünk tradicionálisan sok generáció óta nagy családunk van, és a ballagás, az a felnőtté válásnak egy nagy ünnepe, ahol együtt van az egész nagy család, mindannyian, az unokaöcsöknél is, meg húgoknál is, ez sok tíz ember, ilyen ötvennyi, és a keresztapa mond egy elengedő beszédet, és együtt ünnepünk, és ezt mindenki tudja, hogy onnantól más lesz a világ. Valahol onnantól tényleg megtörténik az, hogy felnőttként kezeljük mindannyian az egész családban. Még az én generációmban ez úgy nézett ki, hogy a nagybátyáinkat onnantól tegezhettük. Ez már most nem megy így nyilvánvaló. De szóval, és ezek szerintem nagyon fontosak, hogy erre az ember akkor már tudatosan készül, hogy eljön az a pillanat, ami időhöz kötődik. Gyönyörű az ünnep, az is iskolákban és utána a családi kertekben, mert leginkább májusban ott lehet ezeket, mindegyikre emlékszünk, és akkor ez egy pont, amitől minden kicsit árbillen, mint egy esküvő, meg mint azok a nagy pontok, a keresztelések. Igen. Szóval azt hiszem, ezeket jó, ha beállítjuk, amikor egy család elindul. Én is tudok ehhez csatlakozni, hogy ugye régen, és most itt régen-régenre gondolok, a férfiak beavatása, a nagyfiúvá válás, vagy a hölgyek beavatása a sokszor fájdalmas szertartásokhoz kapcsolódott, és aztán ugye később ezek a pogánynak is tekinthetők, aztán kezdtek alábbhagyni, maradtak a világi és a szekularizáció révén az a vallási, hát mondjuk beavatódások, mint a konfirmáció, vagy éppen az első áldozás, vagy hasonlók, amiknek hatalmas értékük van, de azért itt is törekedni kell, hogy megtörténjenek, mert hogy amit kérdeztél, hogy az életciklus modell elmélet, ugye a pszichológiában azt mondja, hogy a minden egyes, egy családnak ciklusai vannak, amikor két pár megismerkedik, az is egy ciklus, mikor összeházasodnak, az is, mikor első gyerekük lesz, az is. Néha sokkosabb egy első gyerek, mint egy házasság, mert hogy ezt hogy kell megfogni. Aztán mikor óvodába megy, iskolába megy, és akkor így megyünk egész odáig, ami már majdnem a nyugdíjunk előtti időszak, amikor kirepülnek, hiszen mondjuk, ha így számolunk, és ebben, hogy megadjuk minden egyes ciklusnak a maga csodálatos ünnepét, hogy na akkor elkísérjük az első nap az óvodába, ballagás, általános iskola, gimnázium, érettségi, összejön a család, vagy mondjuk a lányoknál a nagylányjá váláskor egyes kultúrákban adnak egy kis ékszert, ezt apa adja azzal, hogy most már felnőtt nő vagy, innentől te a nőkhöz tartozol, és nem leányka vagy. Szóval, hogy ezek mind olyan szépek, amik lehetővé teszik, hogy ő is érezze, hogy lesznek ennek még folytatása, és én növekszem. Ez az, ami ma hiányzik, mert nincsenek, ballagunk, elkísérjük, nem érettségire, ott vagyunk, nem vagyunk az, aki nem tudja ennek azt a fantasztikus súlyát, amit itt Főorvos úr Gyuri elmondott, annak sokkal nehezebb lesz hirtelen azzal szembesülni, hogy egy olyan ciklusváltás van, ami egy krízis. Mindegyik igen, egy meg, krízis. Hogy, meg hogy nincs teljesen éles határ nagyon sokszor, igen. Mert hogy kicsit elköltöznek a fiatalok, aztán visszaköltöznek, ugye erre már szó is született, a bumeráng gyerekek, akiknek, hogyha nem jött össze akkor, vagy nincs annyi pénzük, akkor gyorsan hazamennek egy fél évre, aztán megint elmennek, tehát hogy nehéz ezt a kilépek otthonról felnőtté válók dolgot valahogy úgy egy szertartással megélni, ahogy ez korábban viszont volt. Beszéltek arról, hogy mi az, amit érdemes csinálni, egy-egy szertartás, egy-egy gesztus, vagy érdemes mondani. Mi az, amit biztosan nem érdemes mondani egy leváló vagy leváló félben lévő gyereknek? Mi az, ami árthat, vagy mi az, amitől óvaintanétek? Én azt hiszem, hogy meg kell, hogy változzon a belül a világunk, és ennek megfelelően a kommunikációnk. Én azt mondom, hogy direkt utasításokat adni bűn. Ez egy talán egy egyszerű kifejezés, de az, hogy én még az ő életébe
direkt módon beleszóljak, korábban se nagyon célszerű, de innentől kezdve szerintem én ezt biztosan kerülendőnek gondolom, hogy ezt csinált kisfiam, főleg aztán a párválasztásban határozott véleményt formálni. Szóval azért van egy pár olyan dolog, azt hiszem, amit leszögezhetünk, hogy az ember tapintatosan és bizonyos távolságból kell onnan már, hogy az ő ügyeiben véleményt mondjon. Nehéz ezt a testtartást, ezt a távolságot felvenni? Nehéz beleélni magad abba, hogy ő hogy van. Szóval most, amikor fölteted ezt a kérdést, hirtelen elgondolkoztam rajta, hogy nekem erről nincs is ilyen határozott véleményem, csak meg remélem, hogy nem csináltam semmi hülyeséget, amikor a gyerekeim elmentek, de arra vissza tudok emlékezni, hogy amikor én férhez mentem, akkor milyen jól esett az, hogy nem szóltak bele, hogy milyen legyen a szertartás, nem szóltak bele, hogy hol szeretnék lakni, vagy hogy szeretnénk ezt intézni, vagy nem szóltak be az életem elejébe. Viszont, hogyha volt kérdésem, akkor tudtam őket hívni, vagy készen álltak arra, hogy válaszoljanak. Szóval szerintem valami ilyesmi, az biztos, hogy így van, amit mondasz, hogy direkt utasítást ezt nem mondunk. Tehát ez biztos, hogy nem, mert az nem esik jól, nem fogadja szívesen. Én is azt hiszem, hogy ez a készenlétből támogató figyelés, ez az a jó pozíció, amit az ember felvehet, és egy tapintatos figyelés, hozzáteszem. Az egyik fiunk az egy eléggé megpróbálta a határait velünk szemben, és volt idő, amikor próbáltam direkt módon tanácsokat adni, vagy irányítgatni az ő útját, és rájöttem, hogy nem működik, mert csak a szakadék növekszik közöttünk. És akkor elérkezett egy pont, amikor úgy végig gondoltam a kapcsolatunkat, végig gondoltam azt, hogy hát ő egy harcos srác, és igazából akkor leültem és írtam egy elég hosszú levelet neki. És a lényege az volt ennek a levélnek, hogy megértettem, hogy te már egy önálló sasmadár vagy, aki a saját pályáján repül. Csak egyet kérek, egyet engedj meg, hogy miközben repülsz, és nézem a te röptödet, hadd kísérjelek az imádságaimmal. És ez nekem is nagyon fontos volt, ezt így rögzíteni, hogy most már ez a dolgom. Nem az, hogy én direktívákat hozzak elé. Hogyan lehet még kezelni azt, hogyha a leválás, a kirepülés az valamilyen szinten azért a szülő ellenében fogalmazódik meg, egyfajta talán kései lázadásként? Hát igen, ma már azért a leválás, hogy beszéltük is, az egyik formája az sajnos az, amikor el kell hagyja hirtelen az iskola miatt az egyébként megszokott családi fészket, mert olyan helyen tanul tovább, ami legyen így, hiszen most azt mondom, hogy én időm ez föl sem erült, hogy külföldre utazol, útleveled se volt, de zárója bezárva, viszont most már ez nem így van. Tehát az egyik az a kényszerleválásnak ez az örömteli, de mégis a másik, amikor elmenekül a gyerek otthonról. Mert olyan családi millió van, amelyben nem tud létezni, és ezek a menekülő leválások sokszor azon sebb mentén sodorják őt esetleg egy párkapcsolatba, ami a dominánsebb. Ugye ma a világon Richard Rohr ferences szerzetes munkáját idézve az apa sem a domináns. Ugye itthon is, és sajnos világstatisztikákban is a gyerekek, születő gyerekeknek kb. 15% az soha nem hallott az édesapjáról. Nincs is neki, nem vállalja fel a férfi. Utána jönnek a válási statisztikák, tehát megközelítek 20% a gyerekeknek ma a világon, aki egyáltalán házasságban él, de ott se biztos, hogy nem bántalmazzák. Nem például az apa, csak hogy járjunk a realitást. Talán én ugye a pszichoterapeutaként más se találkozom, mint a gondokkal. Úgyhogy nyilván az én szemüvegem ilyen szempontból szűk, és a családomban meg épp az ellenkezőjét látom. Tehát, hogy van olyan is, hogy mondjuk egy leányka, akinek soha nem volt apukája, édesanyja egyedül nevelte, az nyilván, amikor eljön az idő, és szeretne már ebből a nyomasztó édesanyám egyetlen társa vagyok helyzetből leválni, akkor választ egy életkorban apja típusú urat, és akkor azzal összeköti az életét, és ez nem lesz egy jó megoldás. Na most, ha ilyenkor aggódik az édesanyja, minden oka megvan rá, de valójában akkor sem tud mit csinálni, mert nem anyai a feladat, hanem lélektani munka, vagy egy lelki gondozó, mentálhigiénikus vagy pszichológus kéne ebben a helyzetben, hogy segítse őt.
tudja ezt egy segítő szakember párhuzamosan segíteni? Tehát el tudják ezt a lelki munkát együtt végezni, szülő és gyermeke? Mindenképpen jó, hogyha ebben a helyzetben, különösen, hogyha az édesanyja aggódva tekint arra, hogy a saját volt férjével egykorú úriember lesz a pár, mert ugye ez a gyakori jelenség, hisz az apasebet egy pótapa oldja, akkor azért ez jó, hogyha a szülő együtt jön el a gyermekkel, de azért van ennek is egy hátulütője. Ma azért azt tapasztalom, a Covid óta különösen, hogy a kisgyerekek, tehát 30%-kal nőtt nagyjából a lélektani zavarok aránya, és 30%-kal súlyosabbak is, nem tudom, cáfoljanak meg. Igen. Most ezek sajátosak, a kiskorú gyereknél megjelenik a szülő, hozza a gyereket, te vagy a beteg, én jól vagyok, hát ez nincs így, és akkor a gyereket szereld meg, amit hát nyilván nem fog menni, de onnantól van, hogy egy fél évig nem látjuk, tehát hogyha nem hívom be rendszeresen a szülőt, így van, akkor megszerelő, szerelő műhelyben van. Ezzel szemben a 18-25-es eldülés, 18 fölött már a gyereknek alanyi jogon kell jelentkeznie lelki gondozásra, pszichológiai munkára. Hát nem így történik, hanem anya telefonál, vagy apa, hogy hát volna egy szerelendő kisgyermekem, megkérdezem, hány éves a kicsike, 42, tehát hogy ott meg a fordítottja van, ahol ott ül kinn a váróban a 25-35-40 éves mama hotelben maradt ifjú szülője, és várja, hogy hazavigye. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez egy összetett kérdés, tehát van, hogy menekül a gyerek, van, hogy nem tud menekülni, beragad a fészekbe, mint az a madár, aki úgy a madára utal, vagy a madár is kitessékeli, hogy most már szárnyat próbálgassunk, itt az idő, tudsz repülni. Ezt mi elfelejtettük gyakorlatilag? Hát nem elfelejtettük, hanem sér, tehát a sebek sebeket gyártanak. Tehát, hogyha valaki anyasebbel, apasebbel vállal gyermeket, előfordul, hogy megismétli. Válvált lesz anyasebbel, apasebbel, minden jó szívével neveli, de reprodukálja a sebeket. 2019-es a statisztika, tehát még Covid előtti, hogy a magyar férfiak átlagosan 28,5, a nők pedig 25,5 évesen, egy picit még idősebben is költöznek el otthonról a nagy kiköltözést. Értem most ez alatt persze nem azt, hogy esetleg kollégiumba mennek másik városba, másik országba. Mi az ideális időpont? Van erre egyáltalán ideális? Vagy ezt annyira a személyes érettség határozza meg úgy is, hogy kár most a számok világába menekülnünk? Én úgy gondolom, hogy jó, hogyha a fiatal felnőtt, úgy mondanám, hogy egyetemista korvatávol van, és kialakul a maga világa. Én nagyon szép családban nőttem fel, de nekem nagyon nagy katarzis volt, és a szüleim nagyon ügyesen, abszolút tolerálták, és jó néven vették, hogy amikor én elkerültem 19 évesen egyetemi kollégiumba, az első fél évben haza sem mentem. Közben telefonáltunk, és jó, de egyszerűen az a élet, amit én élni akarok, annak meg kellett fogalmazódni távolságból. Az a gondolati struktúra, az a napi rend, az a minden, ami most már az én életem. És ez nekem egy nagyon katartikus idő volt, és hála Istennek türelmesek voltak a szüleim. Én azt hiszem, hogy nekünk, akik elengedő fázisban vagyunk, de rá kell egyszerűen ébredni arra, hogy és ez társá kell válni a gyerekünknek, és ez azt jelenti, hogy nekünk tudatosan figyelni kell például a kompetenciáit. Az, hogy az én gyerekeim közül az egyik matematikus, másik elmeztervező, harmadik bölcsés sokkal jobban értenek dolgokhoz, mint én, és kíváncsi vagyok arra, amit behoznak. És ez egy nagyon tudatos döntés kell legyen bennem, és ez nem egyszerű, és én is hibáztam benne sokat, hogy ő már nem, hogy úgy mondjam, alattam van a hierarchiában, hanem mellettem van, akitől sok mindent tanulhatok, aki inspirálja a gondolataimat, és aki alkalomattán kritikus is marad velem, és hogyha jó a kapcsolatunk, akkor ezt ügyesen és megint csak tapintatosan vissza is tudja jelezni. És mellette persze van egy kötelék, ami összeköt. Szóval ez egy nagyon tudatos belső mozgás, hogy az ember ebbe a váltásba belemenjen, mondjuk apaként vagy anyaként. Én az apa szerepet tudom ebbe, ami azért sok szempontból más, mint az anya. A váltás közepette hogyan rendeződik át, vagy hogyan értelmeződik át a szülő és gyermek viszonya? Átértelmeződik egyáltalán? Bizonyos mértékig igen. Én könyvesként kezdtem, elég nagy házat építettem, hogy majd a gyermekeink is férjenek el, mert családcentrikusan gondolkodtunk, és
hát az volt a helyzetünk, hogy lehetőséget tudtunk biztosítani a gyermekeinknek, hogy ott kezdjék nálunk az életet, ne kelljen albérletet fizetni, de ez egy különös helyzetet teremtett, hogy nagyon meg kellett tanulnunk, hogy nem szólunk bele, hogy nem megyünk át, hogy hagyjuk őket érvényesülni, és amikor hívnak, akkor megyünk át hozzájuk, vagy amikor ők akarnak jönni, akkor mi, nekünk is megvannak a határaink. És én azt gondolom, hogy mi is felnőttünk ehhez, de a gyermekeink is. Tehát annak ellenére, hogy mondom, 20 évesek voltak a fiúk, hogy megnősültek, szerintem nagyon profi módon csinálták, és volt, amikor ők mondták azt, hogy édesapa, most ne gyertek át, most nekünk programunk van. És hogyan lehet ezeket a határokat jól meghúzni? Van erre valamilyen recept? Mindenképpen az, hogy én ő bennük már látom a külön családot. Tehát mi erre a feleségemmel így készültünk, hogy elhagyja apját, anyját és ragaszkodik a feleségéhez. Ez egy olyan bibliai alapelv, amit én úgy gondolom, ami nélkül nem működnek jól a családok, ha ezt nem tartják be. És meg is neveztünk ilyen szálakat, hogy mi az, aminek el kell szakadni. Tehát, hogy nem beszélünk bele, ha nem kérdeznek, akkor nem osztogatunk tanácsot, stb. Egyébként akkor is, amikor először elköltöznek, például nálam már az is egy határ volt, hogyha úgy döntött, hogy albérletbe megy a barátaival, és külön lakik, és hát így, ahogy te mondod, hogy egyetemista korában legyen külön, találja ki és élje meg a saját énjét, hogy attól fogva ő felel a saját háztartásáért, a saját ennivalójáért, a saját ruhájáért, tehát én nem fogok elemózsiás kosárral odafele, szennyes kosárral visszafele sétálgatni, meg majd menni oda takarítgatni, meg ilyesmi, mert egyrészt miért is, meg nem érek rá, másrészt pedig attól fogva ő neki van egy élete, amit rendezzen be, tartson karban, és nagyon érdekes tapasztalat volt látni azt, hogy miközben a mondjuk a kamasz szobája, arról most így ne beszéljünk, és amikor oda mentem hozzájuk, egy albérletből önállóan laktak, akkor azt mondják, hogy anya, ezt most ne ide tedd, mert annak nem itt a helye, és akkor mondtam, hogy ó, elnézést. Meg Noémi, hogy lehet még ezeket a határokat jól meghúzni? Hát szerintem itt azért, akik itt vannak, mind nagyon jól csinálják, amit mondtatok, mert fantasztikus, minden gyereknek ilyen családot kívánok. Tehát azért ideje korán kell kezdeni, mert az, ami ma van, hogy ő felsége a gyermek, én így hívom, idézve Balogh Ildikó pszichiáter doktornőt, azért az nem feltétlenül fog ebben segíteni. Tehát az a szeretet és egyszerre korlátozás, ami ugye az atyai és az anyai értékek tehát egy komplexe, hogy szeret, meleg, hát úgy szó, úgy mondhatnám, hogy meleg korlátozás. Az azért kicsi korba elindul, hogy ezt lehet, itt szabadon mozogsz, ebben, itt meg nem. És akkor, ha ő tudja, hogy én így viszonyulok az ő iskolatáskájhoz, én nem nyúlok bele. Lehet, hogy abban már biológiai fegyverré vált a szendvics, de akkor sem. Előbb-utóbb valaki. Mert ez ő feladata. Így van. Kijelölni a feladatokat a határokkal együtt már kicsi korban? Abszolút. Minden. Így van. Amikor túl fölfogja, ez azért igazából a 6 éves kor a teljesítmény időszakától fogva. Hát addig is azért van korlátozás, tehát hogy nem ő felség a gyermek. Szóval ez nagyon pici kortól indul ám el, és aztán odáig jut, hogy ilyen csodálatos legyen, hogy környéken vannak a gyerekek, de mégis együtt, de szóval, hogy ebben benne van a melegség és a határkezelés. Előbb kérdezted a gyász folyamatot, hogy hogy el kell valamit gyászolni, és azt is mondtad, hogy az életszakaszváltások azok mindig azért krízisek, akármilyen várva várt, azért mégiscsak egy normatív krízisben vagyunk, egy gyerekszületés, egy házasság, bármi, de hogy amikor a házasságot kötjük, amikor érkezik az első gyerek, második, egy épülő életnek a normatív krízisei vannak, sokkal kevésbé fájdalmasak, mint amikor kirepül a gyerek, mert akkor már azon a szinten kezdünk lenni, hogy onnantól kezdve már lefele épül az élet, és egyre közelebb és egyre inkább karnyújtásnyira kerül tulajdonképpen az elmúlás. És hogy ilyenkor ebben az időszakban én magam is átélem, hogy sokat gondolok arra, hogy majd öregszem, hogy majd egyszer meghalunk, hogy hú, amikor az én anyukám ennyi idős volt, és amikor, tehát hogy már most már nem olyan sok van hátra. És én meg tudom azt érteni, hogyha valaki próbál
ragaszkodni ahhoz, ami korábban volt. Még egy picit konzerválni azt, hogy még körülöttem vannak a gyerekek, még nem vagyok egyedül. Például az üres fészek szindrómáról beszéltünk itt előtte. Na, akkor hozzuk ide ezt a fogalmat, hogy ez mit is jelent pontosan? Hát az azt jelenti, hogy kirepülnek, és nem szorulnak már a te gondoskodásodra, ott vagy ketten a házastársaddal, vagy ha nincs házastársad, akkor ott vagy egyedül. Az üres lakásban senkinek nem kell szendvicset készítened, nem kell hajnalba kelned, ami szörnyű, de azért mégiscsak fontos vagyok, mert hajnalban kell kelnem. Egyszer csak nem kell hajnalba kelni, hazajövök a munkából este, sötét van a lakásban, én gyújtom a lámpát, nincs disznóul, nem szaladnak elém, nem fonódik a nyakam köré három kis karocska, hogy na, anya, elmesélem. Szóval hogy ez az érzés, ez azért úgy megdöbbentő, mikor az utolsó gyerek elmegy. De hogy ezzel párhuzamosan, és tényleg teljesen párhuzamosan, ez egy nagyon érdekes dolog, nagyon jó is. Mert nekem annyira hiányzott, hogy ketten legyünk a férjemmel, és legyen egy ilyen szabad életünk, amikor azt csinálunk, amit akarunk, amit lerakok, az ott is marad, amit rendbe raktam, az úgy is marad. Tehát, hogy azért ez úgy jól esik, és ez tetszik, de azt, hogy vége van, végérvényesen vége van egy olyan életszakasznak, ami az életemnek a legnagyobb életszakasza volt, a családos élet, mondjuk 22 éves koromtól, vagy 21 éves koromtól 55 éves koromig, az egy hatalmas szakasz. És akkor egyszer csak puf, nincsenek ott, és ott vagyunk ketten, és innentől tényleg kifelé megyünk az életből. Erre rá kell nézni, ezt fel kell dolgozni, ezzel meg lehet barátkozni, de hogy ennek van nehézsége. Én azt hiszem, hogy egy férfinél ez a hangsúly kicsit más. Azt figyelem, én nagyon szeretem ezt az állapotot, miközben relatíve könnyen elengedtem, mert a gyerekeinket megtaláljuk, és hangsúlyozom, együtt vagyunk. De az, hogy mi is a feleségemmel újra felfedezzük más szerepben egymást. Az, hogy nyugodtan, hosszan tudunk reggelizni, vacsorázni, közben dolgozunk mind a ketten, rengeteget megszaladgálunk az unokákhoz, meg mindent csinálunk. És az, hogy én például látom őt, és nagyon élvezem a nagymama szerepben. Az egy más szerep, mint az anya szerep volt, és rácsodálkozok dolgokra, amit eddig nem láttam benne, hogy ezt mondjuk milyen ügyesen csinálja. Ő szerinte, ő sokkal jobb anya volt, mint nagymama, én máshogy látom. És a munkában is az, hogy teljesebb tudok lenni. Az, hogy nem kell állandóan a kompromisszumokat megkötni, hanem betervezem a napomat, hogy abban mi fog beleférni. Igen. És az elejéről a végéig eljutok aznap, nem pedig közben cibálnak a gyerekeim, ami nagyon élvezetes volt, nem azt mondom, de ez én azt tudom mondani, hogy ez nekem jó. Ti hogyan éltétek meg? Volt ez a szindróma, ezzel meg kellett küzdeni, vagy inkább ilyen felhajtó erővel bírt otthon? A szelemek suhintott, de mivel készültünk rá, ezért mi nagyon élvezzük a kettesben eltöltött időnket, és ugye mivel egy településen vagyunk, ezért sokkal inkább a határok betartása nagyon, nagyon nem egyszerű, mert amikor fölhív a 6-7 éves unoka, hogy de papa ott, vagy mama ott aludhatok nálatok? Ugye most az emeleti szobákat ők áttevezték hotelszobának, és akkor ők megjönnek a maguk kis táskáikkal, amikor jöhetnek, és akkor az egyes számú apartmanba szeretnék aludni. És akkor nekik ez egy akkora élmény. Igen, megsújtotta szele bennünket, de mi most úgy vagyunk, hogy kétszer örülünk, amikor jönnek, meg amikor elmennek. Mert nagyon szeretünk kettesben lenni, és azért azt látjuk, hogy minden kornak megvan az élet feladata, és a mi korunknak már nem a gyermeknevelés az élet feladata, hanem az unokázás, amikor este hazamennek. Noémi, azért ebből az üres fészek szindrómából nagyon-nagyon sok válás származik, mert hogy nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, és nem tudnak mit kezdeni egymással a házastársak, akik lehet, hogy kiváló szülők voltak, és az elmúlt 30 évet nagyon jól oldották meg, de hirtelen ott van ez a teljesen új szituáció, és akkor nem tudnak vele mit kezdeni. Ez mit tudunk nekik mondani, vagy mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel, ha ilyen balulsül el? Hát mielőtt valósulna el, talán inkább kezdjük ott, hogy megelőzzük. Tehát, hogyha a házastársaknak van egymással problémája, akkor az már van akkor is, amikor gyerekük van.
legfeljebb a gyerek lehetővé teszi, hogy mindent a szőnyeg alá lehet söpörni, mert a nagy projekt, a gyerekprojekt, ma ezt így is mondják modern nyelven, az ugye lehetővé teszi, hogy nekünk egymással nincs bajunk, hanem a gyerek, hát csak a gyerek. Ő felsége elvonja a figyelmet. Ő felségét szolgáljuk, minden erőnkkel, hogy ő felségeit szolgáljuk. Ha a gyerek megérzi, hogy van egy kis családi gond, akkor még jön egy kis betegség is ehhez. Szomatikus vagy lelki, szinte már mindegy is, mert akkor megint folytatódik a projekt, és ezt nagyon szeretik a tudattalan jóságos, és ezért megteszi, hogy a 18 éves és 18-25 közötti gyermeknek pánik szindrómája lesz, hát kísérgetni kell, ugye egyedül nem tud közlekedni, akkor indul a falcolás, az öngyilkossági kísérletek, a depresszió, és akkor aztán senki nem válik így, hát ez nem is ember az ilyen, de hát a család marad. Úgyhogy a gyerekek is megoldják, hogy a házasságok ne bomoljanak attól szét, hogy ők kirepülnek, mert vagy nem repülnek ki, és akkor mama hotel van, vagy pedig betegek lesznek. Ezt a kettőt azért én gyakran látom. Mondád a válást. Hát ez az, és ha elválik egy férfi, akkor mit fog csinálni? Mert hogy sajnos a probléma az, hogy nem helyrajzi kérdés a jó közérzet. Tehát minden asszony mellett ugyanaz az ember lesz, és minden asszony ugyanaz lesz más ember mellett is. Honolulun is lehet sírni, és itthon is. Tehát ha én belül nem vagyok rendben, teljesen mindegy, hova megyek. Vagyis a válás ellen beszélek, mert nem tudok jobbat tenni, mert nem tudok. Tehát, hogy mindannyian a másik terhét vállaljuk és cipeljük, amikor akár csak világi módon vagy egyházi módon hitet teszünk a házasság mellett, egy életre vállaljuk a tehercipelést, aminek része az is, hogy igen, a saját ráncaink mélyülni fognak, eljön az idő, amikor bizony nem lesznek kicsi gyerekeink, és akkor majd egymásra figyelhetünk. Ha egészséges a kapcsolat örömmel, ha nem, akkor megjön az, hogy felszínre fognak kerülni az elfojtott problémák a szőnyeg alól, az asztal alól, és akkor azt ki kell tenni, amiről nem beszéltünk. És itt jön a párkapcsolati tanácsadás például. Igen, említettem, hogy 12 évet csináljuk a házas hétvégéket, és ennek az egyik célja éppen a prevenció, és megdöbbentő esetekkel találkoztunk, ugye ez alatt az időszak alatt közel, illetve olyan 1000 házaspárral dolgoztunk együtt, és volt olyan házaspár, akik a végén a morzsa szedegetésnél elmondták, hogy 22 éve vagyunk házasok, még kettesben így nem töltöttünk időt. Ezek után mi tudatosan szervezzük az olyan házas hétvégéket, hogy felhívjuk a figyelmet a kettesben eltöltött időnek a fontosságára. Mert erre csak így lehet fölkészülni, hogy amikor a gyermekek kiröpülnek, ez egy nagyon szép időszak és nagyon fontos időszak, de a gyermekközpontú házasságból át tudjunk váltani a társközpontú házassággá. Illetve az sem jó, hogyha gyermek időszak alatt, vagy gyermeknevelés időszakában gyermekközpontú, akkor is társ központúnak kéne lenni, csak ugye ott van a feladat. De erre rövid idők is jók, hogy feltétlenül kell mennünk hétvégére, vagy több időre. Tehát ebben segít az is, hogyha megszervezzük azokat a lopott 30 perceket egy kávé mellett, amikor csak a társunkra, a házastársunkra tudunk figyelni? Az is segítség? Napja egy óra beszélgetés kell, elárulom, tudományos vizsgálatok szerint. Hát a párjától, igen. Rendben, belehúzunk. Én valahogy ezt a váltást úgy nagyon követve és egyetértve azokkal, ami elhangzott, úgy tudom megfogalmazni, hogy amíg az embernek a család, közvetlen családjában ott vannak a gyerekek, minden egy kicsit a jövőről szól, annak van alárendelve, a gyerek nevelés, a gyerekkel való kapcsolat is. És amikor elmennek, üres fészek, akkor onnantól kezdve, és az unokáknál is így van, de egymás mellett is minden elkezd a jelenről szólni. Talán azért is, amit Ilona mondott, hogy az elmúlás is kezd látótérbe kerülni, és onnantól kezdve a hangulatoknak, a jelenlétnek, az együttlétnek van jelentősége, és nem a jövőbe mutatás. A gyereknél mindig, a saját gyerek nevelésénél talán az ember túlságosan is azzal foglalkozott, hogyha ezt a csokit megeszi, attól torkos lesz-e az az ő egyéniségére, hogy foghatni. Az unokánál, meg utána már egymás mellett, ha a csokit megeszi, akkor ott jó hangulatban együtt vagyunk, és ő benne az az érzés marad meg, hogy együtt lenni jó.
egész más, hogy gondolkozik az ember, és ez nem csak az unoka gyerek, hanem egyáltalán az élethez való viszonyában. Mindennek a pillanatnyi íze válik fontossá, hangulata, jelenléte, mélysége. Addig pedig sokkal inkább a folyamata, az előremutatása valahogy. Én ezt élem meg ebben a váltásban. Engedd meg, hogy ezt lefordítsam a mi nyelvünkre, akik még kisgyerekes szülők vagyunk, és szigorúak vagyunk mondjuk csokitéren. Akkor ne fedjük meg a nagyszülőt, hogyha ott néha van egy kis torkoskodás, egy kis huncutkodás, mert hogy éppen tanítják az élet ízét. Én azt hiszem, hogy ebben is érzékenynek és tapintatosnak kell egymásra lenni. Nálunk is a gyerekeink nagyon világos diétás szokásokat állítanak be a gyerekeknél, amit tapintatosan figyelembe veszünk, és ugyanakkor viszont ők is látják azt, hogy a nagyszülőknek van egyfajta hangulata, és azokat az apró dolgokat, amiket mégis elkövetünk, hála Istennek nagyon toleránsan szemlélik, de itt durva lépések egyik oldalról sem helyesek, vagy úgy mondanám, hogy szembe menések. De előfordul kétségtelen tény, hogy mondjuk éppen konkrétan a csoki kérdésben máshogy sült el az adott helyzet, mint ami az előírás volt a szülőktől, de ezek a határon szépen belefértek. Azt jelenti, teljesen más, hogyha tényleg így a jelen, meg hogy most jó a nagyinál lehet egy kis csokit tenni, ez egy egész más dolog, mint hogyha a nagyszülő be akarja bizonyítani, már pedig én tudom, hogy ezt hogy kell. Na majd én megmutatom. Itt jön a tapintat a képben? Hát szerintem az úgy észszerű, hogy ha már a gyerekem az unokám szülője, akkor ő mondja meg, hogy mi van vele, és van, aki ad egy részletes használati utasítást, hogy ekkor ez szokott lenni, máskor az szokott lenni, így megy a napi rend, és azt mondja, hogy hát figyelj, lehet csinálni másképp, de megérné követni, mert így működik a gyerek, és akkor követjük. A másik meg azt mondja, hogy teljesen mindegy, ahogy látjátok, majd a dörgöli a szemét, elalszik, hát ha elfogadja a csokit, tegye meg nyugodtan, akkor ő vele meg így csináljuk. És különben pedig nagyon-nagyon sok tere van annak, hogy a nagyinál legyen egy olyan történet, vagy egy olyan helyzet, vagy egy olyan játék, vagy egy olyan vicc, ami csak a miénk. Tehát ahhoz nem kell a szülői diétákat átlépni, hogy legyen nekünk is ilyen speciális dolgunk. Mennyire szabad beleszólni, szabad egyáltalán nagyszülőként abba, hogy a már kirepült levált gyerek hogyan neveli a saját gyermekét? Nem. Szerintem semennyire sem. De ugyanakkor, hogyha tanácsot kérdez, elbeszélgetni érdemes és jó. Akkor is inkább kérdezni, mint hogy direkt módon. Vagy szóval úgy nagyon, megint nem tudok, ez a szó most ismételten előjön tapintatosan. És hát az én gyerekem pontosan tudja azokat a hibákat, amiket én elkövettem, és pontosan tudja azokat a helyzeteket, amikben ő benne élt, teljesen fölösleges nekem mondani bármit, mert csak önmagam paródiája leszek, hogyha most én elmagyarázom, hogy kell ezt csinálni. Egyébként elő is jön ez a helyzet, amikor gyerekes szülőként nagyon erőteljesen visszacsatolódnak, és igényük lesz arra, egyszerűen születnek kérdéseik, meg születik egy vágy arra, hogy na most akkor beszélgessünk erről, tehát ahogy te fél évig nem mentél haza, úgy később nagyon sűrűn akarnak találkozni, és nagyon sűrűn akarnak beszélgetni, és akkor szerintem ott kell lenni jelen, amennyire csak tudunk. Csodálatos az újra közeledésük. Igen. Még a serdülőkorban muszáj leányoknak az anyjukkal, fiúknak az apjukkal, ugye leválni, nemet mondanak először az emberek dackorszakban is, meg sejtőkor, vagy igen tudjanak mondani. És amikor újra közelednek, az csodálatos. Ők kérdeznek, de meg kell várni, ki kell várni. Szóval amit én, nekem fontos ez az anyós-menny viszony, mert ugye a fiúk száma miatt ezzel találkozom. Én ott abszolút azt követem, hogy a menyek döntenek. Hát ők mondják meg, hogy alakuljon a karácsony, hogy akkor most a délben itt ez legyen, az legyen, délután jön a másik csapat, tehát mindent ők döntenek el. És ez azért csodálatos, mert így élem meg azt, hogy nem gonosz mostoha, meg nem tudom, gonosz anyós. Úgyhogy én ettől a szereptől féltem rendesen. Volt egy nagyon érdekes szituációnk, az egyik gyermekünk tanulmánya miatt családjával együtt kint élt Németországban egy hosszabb ideig, és egyszer fölhívott telefonon, és akkor már 4 gyermekük volt, és azt mondta, hogy tudod, édesapa, én megfogadtam, hogy én különbű nevelem a gyermekeimet, ahogyan te neveltél minket. Rájöttem, hogy még úgy se tudom. És ettől kezdve lehetett beszélgetni, fiam, mi a probléma?
miben tudok segíteni. Ilyenkor kinyílik egy ajtó, azon be kell menni, és ameddig beengednek, addig ott lenni, és amikor már nincs lehetőség, akkor pedig el kell hallgatni. Egyébként az érdekes, bocsánat, hogy amit mondasz, hogy ő úgy gondolta, hogy majd különbül neveli a gyerekét, mint te, és hogy minden generációnak megvan a tapasztalata arról, hogy engem hogy rontottak el, vagy hogy rontották el az én nevelésemet, és hogy én hogy szeretném másképp csinálni. De az a szomorú, hogy szülőként is rájövünk arra, hogy mit rontottunk el, és annyira jó lenne visszatekerni az időkerekét, és ott egy-két didit gombot megnyomogatni, hogy az ne úgy legyen meg, hogy egy kicsit változtatni, de hát nem lehet. Nem lehet. És olyan jó esik, hogyha ezeket meg lehet beszélni, és nekem még él az anyukám, még az anyukámmal is vannak olyan beszélgetéseim, hogy őt is nyomasztják dolgok, hogy ő esetleg mit rontott el, és hogy jól esik neki, hogy ezekről beszélgessünk. És szerintem, hogyha egy későbbi generációban, egy későbbi korszakban le tudunk ülni beszélgetni, akkor minden generáció esélyt kap arra, hogy elmondja a maga álláspontját, hogy egy kis feloldozás legyen, hogy bizonyos sérelmekre például magyarázat legyen, hogy nekem az akkor mondjuk kamaszként nagyon sérelmes volt, de mondjuk felnőtt fejjel, szülő fejjel már meg tudom érteni a szüleimet, hogy akkor ők miben voltak. Igen. Teljesen más szintre emelkedik az egész, teljesen más dimenzióba. Ez a megértés, ez egyszerre lesz irgalom, feloldozásra, sok minden születhet, és ez annyira gyógyító tud lenni. Én a lefele látom, hát lefele, szóval a következő generációban látom, ugyanezt én nagyon élvezem, ahogy a gyerekeink a gyerekeiket nevelik, és sok ponton máshogy, mint ahogy mi, nyilván az alapértékekben nagyon hasonló, és izgalmas belül végig gondolni egyedül vagy együtt a feleségemmel, hogy miért, és miért lett nekik, nyilván egy új házasságban, egy új környezetben az a fajta viselkedés normájuk és nevelésük, és hogy tényleg jobbnak látszik helyenként, mint amilyenk volt, vagy alkalmasabbnak az adott helyzetre, amiben vannak. És ez egy kicsit a mi történetünket is mindig olyan érdekesen újra világítja, hogy amit mi valamikor nagyon jónak gondoltunk, az nem is biztos, hogy olyan jó volt, és amit mondasz, hogy nem is biztos, hogy úgy kellett volna csinálni, de úgy csináltuk, hát hála Istennek, végül is jó gyerekek jöttek ki belőle. Igen, tehát egy házastárs is, az azért változtat, igen, rajta, meg a korszellem is változik. Igen, tehát igen. Azért a nevelés tudása, igen, az is fejlődik, és az úgy hozzáadódik. Igen, nyilván, amit mondasz, hogy nem lehet visszatekerni a múltat, ez egy általános igazság, hogy a múltat csak egy módon lehet elrendezni, ha tévedtünk, hogy bocsánatot kérünk. És nekünk nagyon jó hangulatú közös étkezéseink szoktak lenni, hát ott a fiaim, a leányaim is, tehát ott előjön a múlt, előjönnek az, hogy bezzeg, nekünk össze kellett szedni a rohatalmát, és ti fiúk addig csajoztatok, meg nem tudom én mit csináltatok, meg nekünk tyúkot kellett pucolni, és tehát elmondanak olyan dolgokat, amire mi akkor nem figyeltünk fel, vagy nem úgy láttuk, mint ahogyan most. És amikor ott vannak az unokák is, ugye amikor leülünk, legkevesebben 20-an vagyunk, 21-en, és akkor nem olyan egyszerű, de olyankor bocsánatot szoktam kérni az unokák előtt. És ez egy megdöbbentő pillanat, mert látják az unokák is azt, hogy itt most valami történik a családban. És ez megváltoztatja a család hangulatát, meg a kapcsolati kötődéseket, tehát ezeket én nagyon élvezem, ezeket a pillanatokat. Ezt osztom, én is már nagyon sokszor kértem bocsánatot. Ugye az én a szakmám, hát azért az olyan, hogy amellett ugyanolyan idegen betegekkel, gyerekekkel, felnőttekkel kell sokat foglalkozni, és egy gyereknek sose fogod tudni elmagyarázni, hogy ez miért hasznos, mert neki ez csak veszteség. Úgyhogy hát én nem is tudom a számát, hogy hányszor kértem bocsánatot, és ha visszaforgathatnám az időkerekét, akkor biztos, hogy még sokkal többet lennék otthon velük, és nem mennék sehova, mert megvár a munka, de ezt akkor nem lehet elhinni.
amikor az ember úgy hiszi, hogy teljesíteni kell, meg szakvizsgázni, meg mindent. Bár én hozzáteszem azt, hogy az, hogy a gyerekekbe húzás legyen, kell, hogy lássák, hogy alkotó emberek a szüleik. Igen. Ezzel nagyon egyetértek, hogy nem csak a karrier miatt megyünk, amikor kicsik a gyerekek, persze, hanem azért, mert esetleg van egy területen küldetésed, esetleg különleges tehetséged, és emiatt ott szükség van rád, mert az is fontos, és aztán majd helyre billentjük azt az egyensúlyt, ami átmenetileg kibillent. Igen. Itt a beszélgetés. De részét nem lehet megúszni. De azt nem lehet megúszni. Ez egyetértek. Egy anya, aki ez szakmát is művel, nem tudja megúszni a lelkifurdalást. Ez így van. Itt a beszélgetés. De még lehet, hogy egy apasem. Itt a beszélgetés végén egyetlen szempontban, egyetlen mondatban arra kérlek titeket, hogy azoknak fogalmazzatok meg tanácsot, akik most néznek az elengedés művészete elé, és most kell, hogy leváljon róluk a gyermekük, hogyan álljanak ehhez, mit tegyenek, milyen attitűdjük legyen. Egyetlen szempontot. Én mondok 3 T betűt, legyen társ, legyünk tapintatosak, és támogassuk őket. Mindig bajba vagyok az egyetlen tanácsokkal, mert az nekem mindig nehéz, hogy nekem nincs egyetlen tanácsom, nem tudom, és szeretem őket, és jót szeretnék nekik, és azt szeretném, hogy tudjanak hozzám szabadon kötődni, és szabadon elmenni, valami ilyesmi van bennem, de képtelen vagyok tanácsot mondani, nincs, főleg nem egy mondat, bocsánat. Én szólnék azokhoz, akik egyedül vannak és úgy engedik el a gyermekeiket, hogy ha van vallási egyházi kötődésük, akkor ott is várja őket egy csodálatos szolgálat. Szolgálják tovább akkor mások gyermekeit. Ha meg családban engednek el, akkor meg ugyanazzal a szolgálattal, hogy anyák voltak, apák voltak, legyenek nagyszülők. Talán ez, amit én mondanék, az megint egy különleges helyzet, hogyha az elengedendő gyermektől akár leül vele és megkérdezi, hogy neked mi lenne jó most, amikor elkészülőben vagy, hogy hogyan álljak mellé, miben tudnék neked segíteni. De ugyanakkor a feleség felé is, mi most hogyan folytassuk. Nagyon szépen köszönöm a tanácsokat, és köszönöm nektek a beszélgetést. Önöknek pedig, kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Ezt a műsorunkat és valamennyi korábbi adásunkat is újra megnézhetik a mediaclick.hu oldalon, illetve a Bizony Isten YouTube csatornán. Utóbbin pénteken jelentkezik az Agapé Plus podcast sorozat következő epizódja is, amelyben már Pünkösd ünnepével foglalkozunk. Foglaljanak helyet az Agapé asztalánál a jövő héten is, addig is Isten áldja Önöket!